nem csak jó, hanem egy fontos témával megyünk tovább. Az önkéntességről fogunk beszélni, hogy milyen területről, az is kiderül már csak a titulusokból is. Itt van velünk a stúdióban Kardos Pál elnök, zuglói polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamint Kovács György, parancsnok helyettes, zuglói önkéntes tűzoltóság részéről. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. No, mi a civil foglalkozása, György? Civilben informatikus vagyok. Informatikus vagy. És hogyan kell önkénteskednie annak, aki mondjuk tűzoltóként szeretne önkénteskedni? Hát alapvetően az önkéntesek, főleg mi nálunk is, ugye szabadidejükből tesznek bele ebbe a munkába, szabadidőből gazdálkodjuk ki. Ez azt jelenti, hogy délután 4-kor feláll a munkahelyén? Akár, igen, hétvégénk, kinek mikor vannak szabadnapjai, nagyon sokszor előfordul, hogy az ember ugye szabadságot is kivesz azért, hogy valamit elintézzen vagy megcsináljon. Emília? Igen. Egy polgárőrnek hogy néz ki egy átlagos, hát mondjuk így, hogy munkanapja, bár ugye önkéntesen csinálja ezt, mondjuk Zuglóban önöknél? Igen, hát a polgárőrség önkéntes. Mi is, ugyanúgy, mint a tűzoltók, a munkaidőnk után végezzük ezt a tevékenységet, akár hétköznap délőtt, aki szabadnapot vesz ki, vagy aki egyébként olyan munkarendben dolgozik, hogy alkalmas erre a hétköznapja, vagy hétvégén, és hát az éjszakák alkalmasak erre, hogy ilyen tevékenységet végezzen. Van erre szükség? Ugye mi azt mondtuk a felvezetésben, hogy igenis van, minél többen jelöljék ki azt a területet, azt a munkát, azt a társadalmi ügyet, ahol segíteni szeretnének. De van rá igény egyébként? Természetesen. Potom 150 év az, ami ezt bizonyítja a tűzoltóságnál. De ez azt jelenti, hogy mert kevesen vannak, vagy egyébként soha nem elég? Soha nem elég. Igen, igen, igen. Az önkéntesség az alapvetően a meglévő hivatásos munkát támogatja, egészíti ki. Mi nálunk is itt a főváros specialitásaiból adódóan ugye a legtöbbször és a leghathatósabban, amikor ilyen nagy viharkáros időszakok vannak, amikor tömeges segélykérések érkeznek a tűzoltósághoz, akkor tudunk a legjobban segíteni, és emellett természetesen minden másban is. De hát igen, van rá szükség, és mi őket egészítjük ki. Mi a minden más a polgárőröknél? Tehát mik azok a területek, ahol mondjuk Zuglóban leginkább érzik az ott lakók, hogy itt van polgárőrség? A polgárőrség maga létrejötte, tulajdonképpen magyarázza ezt, hiszen azt látta akkor a lakosság, az állampolgárok, valamilyen deficit lépett fel, valamilyen hiány van abban, hogy a közterületen talán kevés olyan embert láttak, rendőröket leginkább, akik a közbiztonság fenntartásáért felelősek. Romlott akkor abban az időben, itt 89-90-ről beszélünk, a közbiztonság, és tulajdonképpen az országban mindenhol ilyen sejtenként összejöttek önállóan olyan kis csapatok, lokálpatrióta emberek, akik úgy gondolták, hogy valamit tenni szeretnének, és elkezdtek járőrözni az utcákon. Ezek leginkább preventív járőrszolgálatok voltak, a saját környékükön járőröztek, beosztották az idejüket, nem csak éjszaka, hanem nappal is az iskolák, oktatási intézmények környékén, hogy jobban odafigyeljenek. Ebből indult az egész, hogy ez az elmúlt sok év alatt még milyen speciális tevékenységekkel alakult ki, ezt mind az igény szülte. Így hát a tűzoltóságot is, hiszen 2006-ban így hoztuk létre a mi szervezetükön belül a tűzoltó tagozatot, hiszen akkor volt egy olyan tömeges káresemény, ahol a polgárok érezték, hogy erre a fajta tevékenységre szükség van, hogy segítsék. Ez az ominózus augusztus 20-ai nagy szélvihar volt, segítettek, de ugyanakkor érezték, hogy ehhez képzésre is szükség van, és így indult el a mi kerületünkben. Éppen erre lennék kíváncsi, hogy azért említsenek néhány példát, hogy kiből lehet önkéntes, kiből lehet például önkéntes polgárőr. Van-e bármi fajta, vagy bármi jellegű megkötés? Igen, hát ez is nagyon sokat alakult az elmúlt évek alatt, hiszen a polgárőr törvény megjelenése ottan sokkal markánsabb és egzaktabb kitételei vagy kritériumai vannak annak, hogy ki lehet polgárőr. Nyilván az affinitás nagyon fontos, valaki eldönti, hogy szeretne polgárőr lenni. Ezt leginkább akkor alakul ki egy emberbe, ha vagy valamilyen bűncselekmény áldozata lesz, tehát saját magát éri, vagy a családját valamilyen bűncselekmény, vagy a lakókörnyezetében történik ilyen, és ez őt zavarja, és úgy gondolja, hogy szeretne valamit tenni. Tehát érintetté válik. Pontosan, vagy mint társadalmi felelősségvállalás úgy gondolja, hogy ő ezzel tud hozzátenni ahhoz, hogy egyébként jobb körülmények között éljön. Azt ti tudtátok, hogy én tiszteletbeli polgárőr vagyok? Most már tudjuk. Igen. Na de hallgatjuk önt, hogy de mégiscsak azért menjünk vissza, és mondjon néhány hétköznapi példát. Ül a számítógépen mögött, dolgozik, programokat csinál, stb. Jön a telefon, hogy borzasztó nagy, nem tudom milyen kárvihar történt itt.
oda megy, kap valami ruhát, vagy már otthon felöltözik, és kezébe adnak egy ilyen láncfűrészt, és akkor pedig a fát föl kell darabolni. Nagyon jó a meglátás, igen. Tehát a mi munkánk gyakorlatilag a hivatásos tűzoltókétól nem tér el semmiben sem. Annyi, hogy mi hol vagyunk, milyen idő alatt tudunk segíteni, beavatkozni, de a munkavégzés maga, annak a szabályai, a biztonsági előírásai, és arra törekszünk természetesen emellett, hogy mivel nekünk kevesebb időnk jut a gyakorlásra, betanulásra, hogy még többet fektessünk bele, ezért van az, hogy mindenki a szabad idejéből még többet és még többet próbál erre áldozni, hogy ugyanazt a szintet érjük el, ha lehetőleg megfelelőbben, profitban. Na most a polgárőröknél azért annyiban gondolom más a menet, hogyha mondjuk Zuglóban járőröznek, és mondjuk egy betörést látnak, vagy az előkészületét, vagy egy kocsi feltörést, akkor nem mehetnek oda, és nem intézkedhetnek, hanem fölhívják a rendőrséget. Ezt jól gondolom, és nyilván ehhez az kell, hogy jó együttműködés legyen a polgárőrök és a rendőrség igen. között. Ez én ezt nagyon sajnálom, hogy nem avatkozhatnak be bűncselekményeknél. A leginkább azt mondanám el, ami nagyon fontos, hogy ez az együttműködés, ez nem egy lehetőség. A polgárőr törvény egyértelműen kimondja, hogy polgárőr tevékenységet csak úgy végezhet el, hogy egyrészt írásos együttműködési megállapodása van a rendőrséggel, de hát ez egy formalitás nyilván. De ami még fontosabb, hogy minden szolgálat a polgárőrnek a rendőrségen kezdődik és végződik. Ott megkapja azokat az információkat arról a területről, hogy milyen bűnügyi frekventált területek vannak ott, hova érdemesebb fokozatban odafigyelni, és a kommunikációjuk is tulajdonképpen szinte percre pontos, tehát másképp nem képzelhető el ez az együttműködés, de amik kimenek polgárok, a nagyon szigorúan csak a jogszabályokat tekintjük, bármelyik állampolgár a bűncselekmény elkövetésén tetten ért embert, elkövetőt visszatarthatja a rendőr kiérkezéséig. Tehát, önnek mi volt a legérdekesebb esete? Hát az elmúlt 30 év alatt azért nagyon sok érdekes eset volt, amiben számos olyan tettenérés volt, ahol akár lakásbetörőket, akár gépkocsi feltörőket értünk tetten. Hát nagyon... a Zuglóban van is munka, igen. akkor ezzel kapcsolatban. Igen, sajnos. Budapesten ez jellemző. Igen. De az eltűnt személyek felkutatásától kezdve, ahogy említette a kollégám, és az olyan rendkívüli események során, mint a Kodály körömbönön például az óriási tűz. Tehát, hogy ezek olyan feladatokat adnak a polgárőröknek, hogy minden nap nagyon széles felkészültséggel kell rendelkezdjük, és ott kell lenniük az utcán. Azt jól gondoljuk, hogy vidéken még nagyobb szükség van a polgárőrökre, mert hogy ott talán területileg a rendőrség nem tud akkora helyszínen mindig ott lenni? Egész más vidéken a polgárőrség, mint Budapesten. Uh-huh. Vidéken nagyon sok helyen a polgárőr az a személy, aki egyébként azon a településen, vagy abban a faluban olyan közbizalomnak örvend, hogy bárkinek bármilyen problémája van, megkeresi. És tudja és jelzi neki, aki egy kapcsolatot tart a rendőrséggel, a körzeti megbízottal, a katasztrófavédelem. Nagyon fontos vidéken a polgárőr személyeknek a munkája. Igen. Hát nagyon örülök, hogy eljöttek és hogy beszéltek erről az ügyről. Egyébként meg nagyon menő meló. Már önkéntesként is. Mikor polgárőrködtél utoljára, ha már így tiszteletben olyan köszönjük szépen, hogy itt voltak. Csak az oklevél van ott a falon? Nézd, önkénteskedek én azt hiszem másban, éppen eleget évek óta, de természetesen, hogyha lesz még egy kis időm, akkor majd ezzel is foglalkozok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.